Sziasztok, kedves nézők! Én Göcsi vagyok, és ez itt egy Zoo Tycoon 2. Nos, akkor nem tudom, hogy hagytok abban. Illetve elnézést kérek, mert valószínűleg tartom, hogy egy kicsit fáradt leszek. Így a hangom. Ne aggódjál, blokk. De van ilyen. Nos. Azt tudom, mit csináltam, nagyon sem megszem már rá. Szuperról használhat terhes. Azt, hogy mindig is szeretjük, hogyha átok terhesek. Itt mi van? Ja, kis izék, leopárd vagy jaguár, vagy mi ez? Nagy macska, hagyjunk annyiba. Na. Lehet, hogy most felveszek egy pár részt amúgy így játékba, de elképzelhető, hogy el kell mennem egy videó közben. Szóval lehet, hogy lesz olyan, hogy nem teljes rész. De ez nem tőlem függ. Miben tud úszni? Honnét éreztem én ezt? Tudom. Megcsináltam egy ilyen kis izét. Az emberek még nem igazán jönnek ide, de majd idővel ide is el fognak jönni szépen az emberek. Még ez nem tetszik, ez szépen meg lett csinálva. Erre így büszke vagyok. Nos. Van ez így. Gondozva nem érje az ürüléket. Így járt. Én most nem fogok vele foglalkozni. Szóval ez most annyiban fog maradni, viszont sok a krokodil túl sok. Ez az. Király. Na. Középen volt a kenguru, nem? De tettem a kengurúkat. Na, ezek is megszaporodtak. Sőt, egy kis kenguru is rá. Szerintem ő a nőstény, olyan kis csajosabb szeme van, ő meg a hím. És akkor van két hím, két nősténk. Szóval király. Ezért száll az iskolába, az ember fáradt lesz tőle. Milyen? De akartam valamit csinálni, és tudom már, mit akartam ide lerakni. Nem érdekel komolyan? Lusta vagy te. Ez most nem érje el, simán csak lusta. Mit tehetek én? Menjen, így van. Van víz. Oké, most nem fogok ilyenekkel foglalkozni, hogy most szomjas vagy nem. Jó, hogy ne itassam már meg. Itt voltunk már, itt ide már benéztünk. Itt még nem voltunk az oroszlánoknál. És így bekukkantunk, hogy mi a helyzet velük. Azt hiszem, itt meg vagyok. Közben kicsit, hogy felvettem ennek a hangrét a múltkori három részhez képest. Remélem, hogy most játéknak is lesz hangja. Mindig azon parázok, hogy túl hangos a játék, hiszen ebből már nem egyszer volt már úgymond probléma, hogy a játék az hangosabb volt, mint
Én és akkor vagy simán felraktam a videót, aztán így hol hallottatok engem, hol nem. Vagy pedig tettem a zenét, és akkor ott voltam az egészet. Közben a leírásban mindig ki van téve az izé, a játéknak a letöltési linkje. Elvileg tartalmazza a magyarítást is. Szóval azt úgy lehet használni. Csak ne szoktak kérni az emberek, hogy ezért legyen már egy ilyen kis... legyen a leírásban a játéknak a töltője. És ha van rá alkalmam, akkor általában felé szoktam tenni őket. Oroszlány, itt helyen, ura. Mások csak ki a legidősebb. És sok a nőstény. Ő született. Itt van egy hímünk. Mások ikrek születtek. Ennyi nőstény, és még... jó. Aztán kettő. Szia. Ím oroszlánok van. Őt még meghagyjuk. Ő viszont már öreg. Nyolc szülik pontjú. Ők még fiatalok. Inkább akkor elküldöm. Az ő azok. Mi a halál? Hát te mit csinálsz itt, te hülye? Hát ide is szartál. Te egy zseni vagy, barátom. Te egy zseni vagy. Hely, baszán vagy. Szkorolja. Na, mit tudunk róla? Itt egy kis csepség. Ő egy nőstény. 6-os, 7-es, 8-as, 5-ös. Tőled elköszönünk. 7-es tisek. Te vagy egy nőstény, te meg egy kettőt kapok. És itt is van egy. Ezt egy hímet. Mégis, ó, te mi ez, bocsánat. Ganéval, hogy állunk, hát... Csak jövéke... Jaj, persze, az a szart állod. Gondozom azon, hogy jöhetne magától is, mert nem nekem kell. Na, ez nem azért feladom szerintem, hogy itt szórakozzak a hűvlékeken, meg a társaival. Kecskéknél még nem voltam. Már ahogy nézem, vasányt is el kéne majd egy ilyen kis... egy igor életelés, egy ilyen kis szelektálás, hogy elküldjük az állatokat. Na, lássuk. Krokodilnál még nem voltam, itt se voltam a zebra. Hát ez csomó mindenki van, hagyja nekem. Újra a csillagon vagyunk, királyságon emberek. Itt sem voltam még a karcharú antilop. Vagy... az, nem? Az. Csak nem furcsa hajzik, hogy karcarú. Az a zebra megszült. Innét érzem, hogy ezek mindjárt sírnak a helyhiány miatt.
mit fognak? Zebra 3, hím, zebra 4, nőstény, zebra 1, ő gondolom egy hím. Hím, igen. Zebra 2, egy nőstény. Jó, akkor te elköszönöm tőled. Tőled is elköszönöm. És akkor te milyen? Te egy hím vagy, te egy nőstény, te egy nőstény, te egy hím. Oké. Akkor van kicsi nagy egyaránt a királyságban. Szerintem én ki fogom egy kicsit bővíteni ezt a részt itt. A zsiráfoknak, hogy ne csak egy utoduk lehessen, hanem több is. Csak most gyűjtök pénzt, ne? Mit akartam venni? Medvéket. 15 000-be kerül egy darab, az sok lesz. Gyűjtsünk 30-at plusz még az állatra. Plusz még a felépítésre annak a területnek. Tudok olyat csinálni, hogy ilyen vizet ide teszek. Jó, menj ott. Mindig nem jó megint. Jó, nem fog ezzel kísérletezgetni. De azért jöhetnének az emberek azt, hogy díjaznám. Ez egy népszerű hely, az a ziher. De itt sem voltam még a szarvasoknál. Tehát a pupu tevék, hát szerintem pupu tevének lesz egy új kifutója, és inkább egybe nyitom. Tehát, hogy ilyen is sem megy be. Nem nyitom egybe. De kéne őket bővíteni valahogy, hogy nagyobb helyük legyen. És így fog maradni szerintem, mert én ehhez nem fogok hozzányúlni. Tehát oda hátra tettem a kis hangszórókat. Mekkora egy zsinevjek emberek? De kéne raknátod, és akkor jönnek az emberek. Elkezdünk kiépíteni a kis részüket. És őket ide fogom rakni erre a területre. Még hozzá. Ez egy ilyen szép nekifutó lesz, mert medvéket ugye már szeretjük. Ez így megfelelő. Bár... ezt eladom úgy, ahogy van. És inkább ide hátra teljesen kihúzom ezt a falat. Ezt megeladom. Kell egy kis kerítés, amit ide fogunk tenni. Most a medve az erdőben él. Viszont, hogyha oda teszünk egy ilyet, akkor ide is kell tenni egy kis falat. Ja. Ne
ezzel se jön meg spéket inni, hogy így fele-fele rendben megcsinálva kerítés. Hát arány. Fele ilyen, fele olyan. Hát ez egy erdő lett, emberek, tényleg. De érzem, hogy ez mennyi elég lesz nekik szerintem víznek. Én úgy érzem, hogy nem tudnak a medvék húzni. Ezt kifejlesztjük, kifejlesztjük, és ezt is kifejlesztjük. Ilyenünk aztán már van, de leteszünk még egyet. Nem. Kapnak egy ilyet. Ilyet. Egy ilyet. Elszorva az erdőbe teszek le. Ilyen húst, amit kevesebbet kellett volna. De teszünk ilyet. Akkor ment, aha, nem megy tenni. Tökre okosság, hogy hol van hal, általában a víznél. Ez tök jó szerintem, ez a kis gondolat, mert a részemről én úgy érzem. És köszönöm neki, aki mi ugyanígy érzelem. Kaja. Jó, akkor teszünk le nekik fákat, mert az nem csak egy erdőbe laknak. Szerintem ez jó lesz. Ja igen, itt jó. Okay. Nos szóval, kajából viszont még tehetnék le valamit. Igen, igen. Oké. Okay. Ez oda már nem fér be, akkor ide teszünk. Egy ilyet, ide egy ilyet. És teszünk még le egy ilyet is. Csak mely jól néz ki. Ez úgy szint jól néz ki. Ezek pedig mindjárt készen vannak. Kírei. Teszünk le egy csontocskát, hogy ezzel játszanak valamivel. És mondjuk ide. Tesszünk egy ilyet. Királyságban. Szükségem van útra. És teszünk ide le. Az emberek úgy, de nagyon szeretnek adományozót. Szóval nem teszek le ilyen kis kokkószart. De pont odafér, oké. Okay. De miért mész akkor a vízbe, te kis hülye? Na, gyúrunk a 30 000 emberek. És akkor szerintem én le is zárom most ezt a részt. Hmm.
közben miért fogom így folytatni. Szóval köszönöm a figyelmet, sziasztok!